Azt szokták mondani, fentről lehet a legnagyobbba esni. Igaz, a csúcson sem feltétlen könnyű. Kadarka Endre vagyok, ez pedig a felfelé zuhanás. A Podped és a YouTube csatornám közös podcastje. Egy sorozat közismert magyar ikonok sostragédiájáról. tragédiájáról. Bukásuk vajon eleve elrendelt volt, vagy életük szerencsétlen fordulópontok után vált drámaivá. Lehetett volna más másképp? Főszereplőink közül legtöbben már nincsenek köztünk, de szó lesz olyanokról is, akiknek története már életükben is sok tanulsággal szolgálhat. Nem a bulvár érdeklődés hajt, ahogy a vájkálás sem. Találgatások helyett beszélgessünk róluk nyíltan, értő figyelemmel, de tapintattal. Érdemes meghallgatni a műsor vágatlan, jóval hosszabb epizódjait a potpet.hu oldalon. Egy hóbortos betegember vagy egy szenvedélyes művész, netán mint kettő. Nem kérdés, Csontvári Kostka Tivadar igazi különc volt, míg életében perifériára szorultan alkotott, a halála után a világ egyik legjelentősebb festőművésze lett. Csontváriról még Pablo Picasso is elismerően nyilatkozott. Az életében meg nem értett festőlegenda méltatlan körülmények között elszegényedve halt meg. Festményei manapság rekordáron több száz millió forintért találnak gazdára. Művei úgy, mint a magányos cédrus, a szerelmesek találkozása, a taorminai görög színház romjai, a magyar festőművészet emblematikus alkotásai. Csontvári szélsőséges életpályája máig meg annyi kérdést vett fel. Mekkora teher lehet meg nem értett művészként élni? Milyen pszichés problémákkal küzdött, és ezek milyen hatással voltak a művészetére? Kiderül a felfelé zuhanás új epizódjából, amelyben Keren Anna és Molnos Péter művészettörténészekkel, valamint dr. Német Attila pszichiáterrel, a Művészek és Pszichopatológia című sikerkönyv szerzőivel beszélgetek. Ön szerint Csontvári Kosztati Vadar őrült volt? Nem, nem volt őrült a szó olyan értelemben, hogy skizofréniáról beszélhessünk volna, vagy olyan értelemben, hogy aki a realitás kontrollját elvesztette volna, csak az átlagtól erősen eltérő személyiség, ami kilógott az, át, az átlag populációból. Nem is volt pszichiátriai, pszichológiai betegség? De volt, igen. Ez szakmailag mi skizotíp személyiségzavarnak tekintjük. Ez azt jelenti, hogy valóban bizonyos tünetek megegyeznek a skizofréniával, de alapjába véve nem olyan ember volt, aki téves eszme vagy halucinációk határozták volna meg a viselkedését, mindennapi cselekedetét, aki ne tudott volna beilleszkedni a hétköznapi valóságban, hanem bezárkózott volna a saját téveszmély között nem volt téveszméje, halucináció életében kétszer volt, csak ne felejtsük el, hogy a normál lakosságnak és a körülbelül jelentős százalékának, 6-8 százalékának volt az életében halucinációja, anélkül, hogy skizofrén lett volna, anélkül, hogy drogot használt volna, tehát az ilyen jellegű élmény az nem teljesen őrültséget jelent. Ő viszont leginkább azt mondanánk laikus szóval, hogy fantaszta volt, aki egy ideológiát kergetett, de megvalósította a célját. Zseni volt? Ö, mérhetetlenül hit magában. Ez, ez, az önbizalom és ez a saját magába vetett hit, ez szerintem meg nem értés szült a kortársak körében. Ez nagyon sok furcsa, olyan, olyan cselekvést eredményezett, amit, amit uh, nem csak a kortársak, hanem egyébként a mai szemmel is nehéz megérteni. Uh, zseni volt-e, nagyon tudatos volt a csontvári. Tehát ő nem egy sugallat, nem, nem megszállta őt a, 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 az isteni szikra, és nekiállt alkotni, hanem ő hihetetlenül precízen, tudatosan eltervezett mindent, amelyet ő megvalósított. Én azt gondolom, hogy ez a fokú tudatosság nem fér össze az őrültséggel. És a zsenioritással sem feltétlen. Igen. Tehát... Mert egy zseni azért szertelen, azért abban van valami kiszámíthatatlanság, míg az ő életét sok tekintetben a kiszámítottság és a tervszerűség jellemezte. Nagyon alaposan, nagyon. Ő tulajdonképpen a saját mítoszát is meg akarta teremteni? Határozottan, igen. Miből tapadt az ő különlegességébe vetett hite? Ez kitáplálta ő saját magába, vagy úgy nőtt föl, hogy egész egyszerűen esugározta felé a környezete? Nem lehet szerintem ezt külön választani attól a korszellemtől, amelyben ő létezett. Abban a korban, ugye most itt a 19. század végéről beszélünk, azért volt, ez átítatta a, a kort, ez a művészet vetett hit, a művészek önmagukba vetett hite, nem csak a képzőművészeknél, hanem szerintem mondjuk költőkre, akár nagy magyar költőkre gondolunk, találhatunk -e erre példát. Tehát, hogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy ő nem, hogy a csontvári nagyon érzékenyen reagált a korának a társadalmi, a politikai, az irodalmi, a popkulturális elemeire. Tehát, hogy ő nem le őt nem lehet kiszakítani ebből a társadalomból, és ő nagyon tudatosan és tervszerűen hajtotta végre az ő festészeti programját. De ő mit hitt magáról? Tehát ő azt gondolta, hogy ő egy ilyen századonként egy születő ember? Hát, ő évezredenként. Évezredenként? Talán, tehát, hogy igen, ő, 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 például nem is szignálta a műveit, tehát, hogy ő nem írta alá a műveit, mert azt gondolta, és hát végül is igaza lett, hogy neki olyan egyedi stílusa van, ő, az ő művészete annyira mindenek felett való, hogy egyrészt neki erre nincsen szüksége, hiszen mindenki fel fogja ismerni az ő műveit. De akkor, amikor a valóság szembe jön, és ezt nem sugározta felé a kor, a társai, akkor nem bizonytalanodott el magába? És az az érdekes, hogy nem. És akkor itt lehet azon gondolkodni, hogy ez vajon miért volt. És amikor a, hát az 1910-es évek után kezdett el súlyosbodni az a pszichózis, amit viszont azért tényként kezelhetünk, hogy ezzel valóban küzdött. És akkor akkor írta meg például a több ezer oldalra rugó kéziratot az önéletrajzáról, a nagy önéletrajzáról, amely, amely egyébként rendkívül módon megnehezíti, hogy a helyén kezeljük csontvári életművét és csontvári munkásságát, mert itt, és itt nehéz eldönteni, hogy az a mítosz, amit ő tulajdonképpen kreált utólag, hiszen ekkor már 60 valahány éves volt, amikor megírta ezt a nagy kéziratot, hogy ez mennyire tudatos és mennyire tudat, Talan. Én azt gondolom, hogy valahol az igazság a kettő között van. Értelem, hogy beszélgetünk, az, az jutott teszem az a, az, a jellemzés, hogy együgyű. Tehát ő egy együgyű ember volt. Nem az, hogy, hogy, buta, hanem egy ügy érdekelt az egész életébe, ez pedig a művészet volt. És, és ezzel együtt benne van egyfajta naivitás. Én emlékszem, egy idősebb művészettörténész kolléga, a Sinkó Katalin mondta egyszer, hogy neki a csontváriról mindig az ő nem tudom milyen kisgyerek unoka ütse jut eszébe, amikor egyszer beszélgetett vele, és mondta, hogy hát Pistikém, lemegyek most a boldma, veszek élesztőt. És a válasz az volt, hogy miért kihalt meg. Tehát valami ilyesmi gondolkodás, hmm. hogy a dolgoknak a nagyon primér síkján mozog valaki. De azt tudjuk konkrétan, hogy ő tényleg a világ legnagyobb festőjének tartotta magát, mert 1919-ben a tanács idején készítettek vele egy interjút, sőt, egy, fölvettek akkoriban egy művészkatasztert, kataszt minden művésznek a tanács köztársaság kormányzata elküldött egy kérdőívet, és abban volt egy olyan kérdés, hogy kit tart ön az öt legmodernebb festőnek a világon. És a Csontvári azt írta bele, hogy mivel én vagyok a világ legjobb és legmodernebb festője, utána bárki jöhet. És ezzel kapcsolatban csináltak is vele egy interjút, ahol ezt megerősítette. Igazából van, ez egy ilyen hóbortos dolognak tűnik, de ha, hadd idézzek egy, egy másik festőt, akit a 20. század egyik legjózanabb magyar festőjének tartanak, Ferenci Károlyt, és ő azt mondta, hogy Öntúlbecsülés és rajongás nélkül egyetlen képfestése sem indulhat el. Tehát, ha kételkedünk magunkban, főleg ha egy művész kételkedik magában, akkor abból nem gyakran sikerül egetrengető műalkotást. Igen, csak a kétségnek az egészséges mértékét nagyon nehéz meghatározni. Ő benne tulajdonképpen a kételmentesség üldi adat? És én azt a képein látni vélem. Tehát, hogy ő annyira magabiztos volt, és annyira jelen volt minden képébe. Ha valamit, valamiben tényleg utánozhatatlan csontvári, akkor ha ránézünk a képeire, és sokszor ezek a 4x5 méteres, 20-25 négyzetméteres festmények is előttünk vannak, akkor egyetlen négyzetcentimétert se találunk, ahol ugye a köműves azt mondja, hogy taknyolás, a művész azt mondja, hogy alibizés történik. Ott minden... Négyzetcentiméteren százszázalékosan jelen van a művész, és ez csak úgy lehet, hogy mindenféle rutint eldobunk és tulajdonképpen ebben rokon a csontvári a naiv festőkkel, hogy a naiv festők báját és a képeknek az erősségét az adja, hogy ők nem alibíznek, ők nem rutinból dolgoznak. Tehát egy festő, aki már 38-szor megfestett egy portrét, vagy 138-szor, annak a kezébe benne van az, hogy egy fület hogy kell kanyarítani, egy órot hogy kell kanyarítani, és nincs benne a művész, abban csak a mesterember van benne. A csontvári, hogy a naiv festők, ő küzdött tulajdonképpen a festéssel, tehát neki 100%-ig vagy 120%-ig jelen kellett lenni, amikor egy bármilyen kis motivumot megfestett, és ettől ez a brutális vizuális erő, ami a képeiből árad. De a különbsége az pusztán egy ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazok, habókos, csodabogár szintjén volt megfigyelhető, semmi ettől eltérő nagyobb szélsőségre nem kell gondolnunk? Nagyobb szélsőségre nem, egy csodabogár volt, aki nem törődött igazán a, a más embereknek a véleményével, és hitt a saját igazába, és fütyült arra, hogy most mások kinevetik. Természetesen nem örült annak, hogy nem ünnepelték, mert ő sokkal nagyobbnak képzelte magát, mint ahogyan annak idején elismerést kapott, vagy inkább nem kapott. De gyakorlatilag helyén kezelte ezeket. A tudomásul vette, hogy ebben a világban őt nem igazán fogják értékelni. Egy ilyen embernél, vagy konkrétan beszéltünk róla, születése pillanatában van egy kiválasztottság tudat, vagy a gyerekkor és a körülmények teszik őt így mértékben privilegizált emberré. Semmiképpen sem lehet arról beszélni, hogy gyerekkorától kezdődően lett volna ő egy küldetés tudata. Nem, egyáltalán nem. Nem egy művész családból származott, az apja egy kreatív személy volt, aki nagyon sok mindent csinált egy közéletbe, postamester is volt, akár meg talán rendőrkapitány is abban a elségből fölnöttek. és Csontvári meg jogásznak készült. Tehát, ha nem történt volna mondjuk a Szegedi Árvíz, ahol ő mentette az embereket, és majdnem ott fulladt az Árvízben, és ez egy olyan súlyos sok érte, hogy abba hagyta a jogi tanulmányait, és a tüdőgyulladás vagy tüdőtágulat miatt gyógyulást keresett a Kárpátokban, és ott telepedett le, és egy patikában kezdett el dolgozni. Tehát valójában ő, ha nem lett volna ez a sugallata, ami hirtelen jött, maradt volna egy jó menő patikus a Kárpátokban. El tudja azt képzelni, hogy akkor ma a világ nem tudna az ő létezéséről, és láttak volna egy kicsit furcsán viselkedő patikust? Abszolút. És nem csak csontvári -nál van ez. Én azt gondolom, hogy valakit hirtelen, akiket ismerünk, mint világhírű művészek, azok közül nagyon sokan a véletlennek köszönhetik, hogy ismerünk. A legjobb példa ugye Bach, hogyha azt Mendezon nem fedezte volna fel újra, akkor a világ nem ismerte volna. De Csontvári esetén patikusként is. Ö lett volna benne ez a fajta misszió, ez a fajta küldetés tudat, ez a fajta kiválasztottságérzés? Igen, valószínűleg lesz volna, mert azért voltak ilyen ötletei, ami elvileg jó ötletek voltak, csak éppenséggel bizarrul hangzottak. Például Magyarország fejlődését a Sejem Hermió tenyészet fellendítésébe látta, ami összességében nevetségesnek tűnik, de valójában egyszerű, nem kell hozzá nagyon sok alaptőke, és ebből lehet hasznot hajtani. De ő ezt úgy adta, hogy tessék, elküldte a minisztériumba, hogy tessék, foglalkozzanak vele, mert ez megoldható. De mondjuk akkor már valóban extrém viselkedései voltak, amikor azt írta, hogy Ferenc Józsefnek, aki tüdőgyulladásban szenvedett, hogy tegyék ki a napra, mert a nap az jó hatású. Na most megmondom, hogy van, annak idején nem volt antibiotikum, sokkal jobb ötletet nem lehetett volna mondani, csak mégiscsak bizarr, hogy valaki Kairóból ír egy ilyen levelet a miniszternek, hogy Ferenc Józsefet úgy gyógyítsák meg, hogy tegyék ki a napra. Ezt ő gondolom, vagy az ilyesfajta tanácsokat aggálytalanul tette. Tehát kétségbe vonhatatlanul biztos volt abban, hogy ő tudja a tutit. Igen. Így van. Lett bármiről is szó. Igen, igen. Itt az az igazság, hogy nagyon sok ember úgy érzi, hogy ő tudja, tuktit, csak azt a lépést nem teszi meg, hogy ezt ő leírja, mert elküldi, mert kvázi óhatatlanul nem veszik komolyan, és ezt ő előre tudja, hogy nem veszik komolyan. Ez beárasztom mindig? És a csontvári meg úgy gondolta, hogy komolyan veszik, hogyha neki van egy, hát hogyha ők nem jönnek erre rá, és ő azért írja, hogy fogadják meg a tanácsát. Hogy fogadta őt mondjuk a magyar? közvélemény, vagy a mikrokörnyezete. Legyintettek rá, hogy az előbb fogalmaztunk, vagy azért inkább azt mondták, hogy ez egy, ez egy félnótás? Inkább azt mondták, hogy félnótás, vagy az, hogy egy tehetséges őrült, azt, hogy megalomán, tehát nagyzási óborba szenved, ezt talán nem ezzel a szóval, de ezt érzékeltették, ugratták, póznak tekintették, ő meg ezt a szerepet úgymond fölvállalta. Nem halt bele belül? Valahogy nem jutott el hozzá, azt hiszem, hogy kinevették. Tehát a japán kávéházból a művészvilág összegyűlt, időnként ő is elment, de mindig volt valamilyen furcsa, subaszerű kabátja, már a kinézete is, ahogy fölöltözött, és nem, nem igazán törődött azzal, hogy divatos legyen, nem az, ami most rajta volt. Az is önmagában nevetséges volt, volt valamilyen botja, ami beált beállt, és mondta a saját gondolatait a művészetről, ami nem egyezett a korabeli magyar avantgárd művészetekkel, akik egy belevaló vidám fickók voltak, és ugratták, és akkor ő meg próbált reagálni ezekre a dolgnak, és azok meg hát a mögött pedig jókat rögtek rajta. Miért nem fogadta el őt, vagy a személyét, vagy az életművét, vagy a műveit az akkori kor? Mert nem tudta helyén kezelni őt. Isten igazából Nekem úgy tűnik, hogy senki. Így van, az életében nem. De, és ezt is nem lehet külön kezelni, az ő művészetét a személyiségétől. Egy rendkívül nehéz ember volt. Miben állt az ő nehézsége? Például nem volt hajlandó eladni egyetlen egy művet sem az de, élete során. De miért? Műgyűjtőknek. Mert, hogy ő úgy gondolta, hogy majd a Magyar Állam létrehoz egy múzeumot. Még életében? Még azért természetesen, és hogy az ő művészetét azt a, azt a államra fogja hagyni tulajdonképpen, ha még ez egyelőre azért sajnos nem egészen így történt, de hát uh, tulajdonképpen az utókor őt igazolja. Uh, szóval, hogy ezért nem volt hajlandó eladni. Na most, hogyha egy művész nem hajlandó a korának a pedig lettek volna gyűjtők, akik vásároltak volna tőle, de ő mereven elzárkozott. Mereven elzárkozott a kiállítási lehetőségek elől is, pedig lett volna rá lehetősége, de egyrészt monumentális vásznakról van szó. Hát ugye ezek 5-6 méter hosszúságú, magasságú vásznak. Hát milyen kiállít, tehát nincs olyan kiállító hely, amik, ahova ezt könnyen be lehet fogadni. Nem lett volna hajlandó például csoportos kiállításon részt venni, tehát hogy mondjuk rajta kívül más művészek is szerepeljenek, ami egy bevett forma a művészetben. Tehát ő nagyon-nagyon megnehezítette azért azt, hogy a kortársak őt elfogadják. Na most, hogy akkor azért a művészetéről is beszéljünk, ami, ami, ami szerintem a, igazán moderné teszi az ő művészetét, hát egyrészt ragyogó színkezelés, de másrészt, hogy ő, ő tényleg a plenert akarta megvalósítani, ő tényleg a tájat akarta megfesteni a maga monumentalitásában, és egy egészen elképesztő térszerkesztési kísérletet hajtott végre, hogy ő elment egy helyszíre, mondjuk Trau vagy Taormina, ő letette a vásznát, megfestette, ami előtte állt, megfordult, lefestette azt, ami a háta mögött volt. Aztán ami jobbra volt, aztán ami balra volt. Tehát, hogy ki akarta terjeszteni a látószöget. És ez egyébként egészen a legutóbbi évekig nem volt egyértelmű a kutatás számára. Ezt a halucinációt se tudjuk eldönteni, hogy ez most halucináció volt-e. Ugye neki nagy önéletrajzában van ez az úgynevezett nagy elhivatás, vagy az elhivatás élménye, ami jól emlékszem 1880-ban történt, ugye a gácsi, illetve a iglói patikával szemben, hogy leírja ezt nagyon érzékletesen, hogy soha nem rajzolt, akkor elővette egy, ugye ő gyógyszerészként dolgozott, gyógyszerész segédként, elővette egy üres vényt, és annak a vénynek a hátoldalára elrajzolt egy pihenő ökrös fogatot, vagy ökrös szekeret. És mellé állt a főnöke, a gyógyszer, a gyógyszertár tulajdonosa, és mondta, hogy hát maga festőnek termett. És akkor eltette ezt a rajzot, eltelt pár perc, és hallott egy égi szózatot, ahogy ő írja, hogy te leszel a világ legnagyobb itt, 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 te leszel a világ legnagyobb festője, nagyobb, mint Rafael, és utána beírta, hogy sajnos a legnagyobb szó utáni szót nem értette, csak később, 10-20 évvel később jött rá, hogy ez a napút, vagy plener. Tehát, hogy, hogy ez a szózat, hogy ez most elhangzott-e az ő fejében, vagy nem, én arra hajlok, hogy nem hangzott-e semmi. Ez az utólagos mítoszépítésnek egy része. Hogy, hogy kitalálta tudatosan. Szerintem a kitalálta. Ugye... Legább négy változat lehet. Egy, hogy tényleg van ilyen, hogy valaki kap egy szózatot. Kettő, hogy ezt halucinálta. Harmadik, hogy ez kitalálta. És a negyedikre is van egyébként egy elfogadható narratívánk, hogy fönnmaradt egy kortárs visszaemlékezés, hogy ez a bizonyos gyógyszertár tulajdonos, ez amikor megmondta a csontvárinak, hogy hát maga egy született festő, akkor fölment a gyógyszertár padlására, és az ablakból elhangzott, kiszólt, hogy te vagy a világ legnagyobb napútfestője a nagyobb Rafaelnél. Tehát ez egy hec volt, ez a negyedik változat. Ezt is el tudom fogadni, kicsit kétkedve. Én hajlok arra, hogy ez egy... Ez egy kitaláció volt, ami a pszichózis egy fokán persze annyira átélhetővé vál, vált, vált számára, hogy ezt talán realitásnak is elfogadta. Annyit tudunk, hogy előtte nem keletkeztek művek, és onnantól kezdve valóban elkezd leveleket írni Keleti Gusztávnak a főiskolára, tanácsokat kért tőle, hogy elküldte az egyik rajzát. Úgyhogy ez egy fantasztikus rajz, és visszakapott egy olyan választ, az is megvan nekünk, hogy hát kedves uram, ez egy 10-12 éves gyermek szintjén van ez a rajz. És ami fantasztikus, hogy abszolút nem sértődik meg. Tehát megvan a válaszlevél, amiben leírja a csontvári, hogy nagyon köszönöm az építő kritikát, és sokkal jobban tudom használni, mint a helyiek lelkendezését, mert akkor el tudok indulni az úton, és magamat tudom képezni. És amiben fantasztikus volt csontvári, az inkább az, hogy hihetetlen ö, energiával és következetességgel létrehozott tíz év alatt egy olyan anyagi alapot, tehát ő tíz évig gyógyszerészkedett. Nem rajzolt, nem festett, hanem gyűjtötte a pénzt, hogy majd el tudjon kezdeni festeni, tanulni. Tudatosan erre? Teljesen erre? tudatos. tudatosan. Erre, erre, Mondjuk ezt is egyébként csak utólag tudjuk, de nem, ennek már van bizonyítéka, mert ugye 1880-ban megírta a levelét a keleti Gusztávnak, tehát akkor már elhatározta, hogy festő lesz. De azt is tudta, hogy ez pénz kell. Kell járni a iskolába, a művésziskolákba, kell külföldre menni, a nagy motivumokat megkeresni, amiket majd lefest. Tehát ő létre hozott szívós munkával egy anyagi alapot, utána feladta a patikát, kiadta bérbe, abból jött neki a havi apanás, és létrehozott egy olyan életművet, amit egy normális festő adott esetben nem tud. Tehát ezt tudjuk a 20-as, -30 30-as években egy festőtársa Herman lipót írja, hogy hát basszus, én ezt az embert egy ütődöttnek tartottam, de ez az ütődött ember egy olyan életművet hozott létre, amit az úgymond normális festő nem tud, mert hogy 30 négyzetméteres vásznakat tudott meg venni, megfesteni, tudta kézbe tartani ezeket a brutális méretű kompozíciókat, és hogy olyan, már csak az anyagát tekintve és olyan életművet hozott létre, amit a normális festők nem voltak képesek. Szóval azt mondod, hogy lett volna olyan ember, aki fölismerhette volna az ő tehetségét. Ez mi múlott, hogy nem ismerték? Mert azért egy nagyon más típusú élet az ő számára, ha van valaki, aki rajta kívül Hisz benne ennyire? Ezek szerint rajta kívül senki nem hit annyira benne, mint ő saját magával? Az élete során nem. És a, az ő, azt nagyjából a halála után, kb. tíz évvel, tehát az 1930-as évektől kezdődött az ő mítosza, az ő elismerése. Ez mi múlott? Egy kiállításon, amelyet megrendeztek, egy nagy életmű kiállításon hogy Vaszari János, aki a 20. század egyik legnagyobb magyar festője, írta meg ennek a katalógusnak a bevezetőjét 30-ban, és ő ezzel kezdte, hogy nem ismertem, nem láttam soha, pedig a századunk egyik legnagyobb festője. Sőt, Picasso azt mondta egyszer, hogy nem is tudtam, hogy rajtam kívül ebben a században volt még egy ekkora. Pontosan. pontosan. Azért ezek nagyon nagy szavak. Nagyon nagy szavak. Ha ő ezt megéli, tudom, ez ilyen történelmietlen játék, akkor, Mit csinál? Kiúlik az ablakon örömébe? Nem, én azt gondolom, hogy ez teljesen természetesnek vette volna. A világ, legtermészet... a világ legtermészetesebb dolgának. Valóban. A magánéletéről tudunk bármit is? Nagyon keveset. Azt, azt tudjuk, hogy nem volt nős, nincsen gyermeke. Szerelméről tudunk-e? Semmit nem tudunk. Ezt ő gondosan eltitkolta, vagy egész egyszerűen lehet, hogy ennyire aszkétikus életet élt? Elképzelhető, hogy ennyire aszkétikus életet élt, és ahogy már említettem, egy nagyon nehéz ember volt. De ez olyan értelemben az kétikus élet, hogy lemondott a testi örömökről, vagy alkatilag volt az a típus, akit semmi más nem érdekelt, csak a művészet? Tehát a tudatosság volt erősebb, vagy inkább a genetika és a szenvedély? Ezt nehéz ö, utólag értelmezni, vagy ez nehéz utólag egyébként rekonstruálni, hiszen ő maga nem nagyon hagyott erről nyomat. Sőt, a művészetében is érdekes, hogy semmi, összesen kettő festmény van, ahol megjelenik a szerelem témája. Ő ezeket a földi örömöket el is utasította olyan értelemben, hogy úgy gondolt, hogy haszontalanságok? Erről... Jókat enni, szexelni, inni, ez ő számára ilyen nem tudom, mik voltak. Én légből kapott hóbortok? A, a hedonizmus nem hiszem, hogy jellemezte őt. Azt tudjuk, hogy vegetáriánus volt, rendkívül aszketikus életet élt, visszafogott életet élt, a józanságot hirdette, amikor ott tanult Münchenben, mert hogy ugye az sem teljesen igaz, hogy ő egy autodidakta festő lenne. Tehát amikor Münchenben élt, vagy Párizsban élt írja, hogy kifejezetten leírja, hogy ő nem vett részt a helyi diákság mulatozásaiban, a, abban a vidám életben. Hát idősebb is volt, de elutasította. Hogy lett ebből aztán egy ilyen csúfos lejtmenet? Már nem a végét illeti? Módos ember volt, utazgatott, építette magát, tudatosan járta végig saját magától elképzelt stációkat. Hogyha nem történtek volna meg azok az események, amik megtörténtek, akkor azt mondanám, hogy ez lehet, hogy egy skizofréniás betegségnek a végkifejlete, de ne felejtsük el, hogy ő, a, ő finanszíroz, azzal finanszírozta a saját festészetét, hogy kiadta a patikát jó pénzért, és ebből tudott ő alkotni meg utazni. És egészen az első világháborúig nagyon jól ment is. És az első világháborúban, akkor nagyon sokan hadi kölcsönbe fektették a megtakarított pénzüket, mert hát azt ígérték, hogy mire leullanak a falevelek, addigra véget ér a háború, és hogy x százalékos nyeressége lett nyen. Minden pénze elment. Utána aztán jött az őszírósás forradalom, a tanácsköztársaság államosították, nem fizettek, elértéktelen lett a pénz, tehát gyakorlatilag eszméletlen elszekényedett, nincs telen volt. És ő 1910-ben hagyta abba a, festészt, a festészetet, akkor, amikor az utolsó kiállítás is úgymond visszhang nélkül, vagy pozitív kritika nélkül fejeződött be, akkor úgy érezte, hogy hiába csinál mindent, visszavonult. Ez nem egy elmebeteg út, ez egy csalódott művésznek a döntése. De ez egy pek vagy voltak éppen azért ez kódolva volt? Nem, ez szerintem ez egy pegsorozat. sorozat ha lett volna esetleg egy olyan szponzora, mint a, mondjuk a Mómárti Mo impressionista festőknek, akiket bizonyos műkedvelők azért eltartottak, mert megvásárolták az akkor még általában nem értett festők, festményeiket. Csontvárinál ez nem történt meg, neki nem volt ilyen szponzora, nem volt, aki egyetlen képet nem vettek meg, de nem is akart eladni. Tehát a élete végén valóban nem, nem volt pénze, ahogy leírják, a műteremben csomó szilva mag volt, tehát csak szilvát evett az utolsó napjain, de ő eleve vegetáriánus volt, tehát ő már nagyon korán leszokott a húsról, tehát az öltsége, gyümölcsöt evett. Az nem igaz, hogy éhen halt? nem, nem tartom valószínűleg. Legalábbis nem ez szerepel, a, ugye a János kórházba halt meg, ugye, valami érgyulladást írtak a halálok. Verőérgyulladás. Verőérgyulladás, hogy ez most pontosan mi, ezt egy orvost kellene megkérdezni. Biztos, hogy nem a legjobb hónapjai voltak az utolsók, emiatt a történelmi trauma miatt, ami ott volt. Hát nyilván akkor nagyon sokan elszegényedtek, valószínűleg ő is mennyibe, hogy ez mennyibe járult hozzá a halálához, hát azért akkor ő már ugye 53-ban született, 47, meg 1950, tehát 60 fölött volt, tehát elvileg lehetett ez egy természetes halál is. Az biztos, hogy nagyon furcsa a világ, meg a történelem néha ilyen vicces jeleneteket, vagy vicces történeteket produkál, hogy azt gondolnák, hogy ez a festő, ennek a festőnek az életműve elka könnyen elkallódhat. Ugye, mint mondtam, 40 valahány, vagy vagy nem 70 valahány festménye volt, még egy pár rajz, de ez olyan kevés, hogy ez eltűnhet, megsemmisülhet. És hogy mégis ez az a festőnk, akinek arányaiban a legtöbb műve megmaradt. Egy teljesen véletlen folytán, hogy a Gerlóci Gedeon végül elment oda, a műtermet akart bérelni, és meg tudta venni egybe a hagyatékot. Tehát, hogy végül azt is mondhatnánk, hogy jól sült el ez a történet, egyben van az életmű, és megvalósulhatna az, amit Csont, azt, amit Csontvári igazán akart, hogy még nem valósult meg az egy, hogy is mondjam, egy ez még talán egy bepótolandó kötelesség az utókornak, mert igazán méltó múzeum a soha nem épült. De ha ő gyakorlatilag, gyakorlatilag a kezdetektől megkapja azt az ünnepeltséget, azt a sztárolást, amire vágyott, szerinted máshogy alakul az élete? Az élete máshogy alakult volna valószínűleg nem ilyen sors, nem ilyen körülmények között hunyt volna el valószínűleg, hogy a művészete, a művészete másképp alakult volna, abban nem vagyok biztos. Az, hogy Csontvári végső soron azért megkapta azt, aminek neki osztályrészül kellett, hogy jusson tehetsége révén. Az a szerencsének volt köszönhető voltak éppen, vagy hogy törvényszerűség, hogy előbb-utóbb azért egy ekkora formátumú mert felfedez a világ. Nagy részt egyébként a szerencsének volt köszönhető, és Gerló Cigedeon az életmű egyik megmentője. És valóban, hogy min egy, egy, nagy életmű, tehát hogyha ha Gerló Cigedeon is hit egyébként saját magába, a saját értékítéletében, mert hogy azért ekkoriban még nem azért a műgyűjtők nem fizettek volna ilyen árakat. Tehát Gerlóci Képünk, voltak éppen a saját feje után menve mondta azt, hogy már pedig gyerekek, ez nekem kell. Így van, így van. Akár úgy is, hogy le akarták őt beszélni. Nem is. Így van, pontosan. Tehát le is akarták. Le is konkrétan. akarták róla beszélni, hát ugye, és azért itt is ö, ezt kezeljük helyén, tehát a, a legendák azért itt is utólag egy kicsit színezik ezt a történetet, de ugye a történet szerint ő a fuvarosok. Tehát, hogy a, fu a történet szerint a csontvári vásznait teherautós fuvarosok akarták használni, hiszen nagyon jó minőségű belga vászon volt, és ponyvának akarták felhasználni ezeket a hatalmas vásznakat. És a Gerló Cigedeon pont arra fele sétált, és betért ebbe a műterembe, meglátta a magányos cédrust, megtudta, hogy két nap múlva itt a fuvarosok fogják még kimondani is borzasztó, de hogy a terrautó ponyvának használni ezeket a vásznakat, és ő visszament erre az árverésre, és felvásárolta a közelharcok árán egyébként az életműlet. És hogyha nincsen Gerló Cigedeon, hogyha Gerló Cigedeon hagyja magát befolyásolni mondjuk a korának a műgyűjtői vagy művészei által, akik mint hát ezt egy furcsa hobortnak tartották, hogy ő csontvári festményeket vesz, akkor nem lenne most csontvári. El tudod azt képzelni, hogy úgy, ahogy van egy ilyen életmű, az elporlad, és ma nem tudnánk, hogy ez az ember létezett? Tudnánk, hogy létezett, azért maradtnak, maradtak volna művei, de sokkal, sokkal, sokkal szegényesebb lenne a tudásunk. Szerinted mindent összevetve, ha Csontvárit megkérdezik, nem mondjuk a nagy szegénység kellős közepén, hanem még amikor viszonylag jó egészségnek és jó anyagi állapotnak örvendett. Megkérdezték volna tőle, hogy cserélne -e bárkivel is. Boldog embere. Szerinted mit válaszolt volna? Nem vagyok benne biztos, hogy a boldogság fogalmát azt úgy ismerte, hogy számára ez egy releváns kérdés legyen, hogy most neki boldognak kell lennie. Én nem hiszem, hogy cserélt volna, hiszen ő Rafaellót tartotta ugye a legnagyobb festőnek, aztán amikor elment Rómába és megnézte Rafaelló s akkor megállapította, hogy Láttunk már, ilyet. Láttunk már ilyet. Tudok én is ilyet. Neki mik voltak a hétköznapi örömei? Mi okozott neki örömet az élve? Mikor a volt mun... ő boldog? Szerintem a munka az örömet okozott. Az elégedettséggel töltötte. Sőt, ezt most helyesbítem, pontosan tudta, hogy mikor áll készen a nagy feladatra. Volt olyan, hogy például a tátrát, a vízeséseket a tátrába többször nekifutott, és volt, hogy azt érezte, hogy ő még nem elég érett ehhez a feladathoz. Aztán évekkel később visszament, és akkor már megvalósította. Itt nem egy lobogó, konfúz ember munkáját látjuk, hanem egy végtelenül tudatos embernek a életmű alkotását, ugye? Így van. Aki meg akarta nem is a műveit alkotni, hanem a saját életművét. Így van. Ezt fontos tudni.